Nehéz idők járnak az ifjoncokra. Minden olyan nyugodtnak látszott. Kint voltunk a stégen, élveztük a napsütést, melyen a család főszabadságának utolsó napjára Szent Memete egy jó pillanatában nagy lelkűen megajándékozott bennünket. Kamberini mesztelen felső testtel, lógázó lábbal és himbálózó horgászsinorral hangtalanul pörlekedett a halakkal, mert nem akartak engedelmeskedni. Ütődöttek, mondta villanyújságja. Sztrájktörők eladták magukat Szent a metének. Én hason feküdtem, a stég meleg kövén, fejemen szalmak alap, csupasz hátamon bú, s leveleket olvastam, mint rendesen. A kicsi, mint rendesen, pelusokat sorakoztatott, és rímeket faragott. Bao a hullámokat ugatta, és fapapucsokat trancsírozott. Pop fizikai kísérleteket végzett. Állandóan lemerült, majd fölbukkant. Bulvármaszkának csövén a lélegzetvételével együtt képletek bugyborékoltak ki. A macskák a kikötő fala mögött rejtőztek, a hatjukat akarták meglesni észrevétlenül. A nagynak csak a hátát láttam, lehajtott fejjel festegetett. Jaj, micsoda torszülött ló ez! Levettem a szalmakalapot, és föltettem a szemüvegem, hogy jobban lássam. Nem is ló. Ez csak ugyan valami torszülött. Vonalak, foltok, látszólag értelmetlen összevisszasága. Istenem, csak nem lesz absztrakt festő, töprengtem. Minden átmenet nélkül. Nagyon furcsa. Valami más magyarázata lehet. Bölültem és gonterhelten figyeltem nyúlánk, barnárosült lányom hátát. Az ismerős hát. A vékony tarkó a merészen fiústa vágott, majdnem szőke alatt. A fül, a füle vörös. Helyben vagyunk. Biztos lementem, amikor a tóra néztem, s meg is találtam a vöröslő fülek meg az absztrakt festmény magyarázatát. A gyötven méter a tükörsima tavon vitorlás szelt a vizet. Egy helyben. A kormánynál profilját a nem létező szélnek feszítve egy ifjanc állt. Milyen színű is a haja? Az olvasók kórusa. Vörös. Hogy találták ki? Csak ugyan vörös. Mélyet lélegeztem. Gyerekkoruk óta ismerik egymást, csak kis oda kéne fordulniuk, megszólítani, üdvözölni egymást, nem? Nem. Két-három éve még megtették volna. Most egyikük profilja a nem létező széllel birkózik, a másik meg itt áll, lehajtott fejjel és fest, de nem látja mit. Ó, a szerencsétlenek! A nagy, gyerekes, vékony tarkójáról leré a kínlónás, meg a gyönyörűség. Megint sohajtottam egy nagyot. Akár estig is így mehet ez. Nézzük csak, hát ha felgyorsíthatom késő az eseményeket, gondoltam. Zajosan ásította egyet, mint aki mély álomból vagy még mélyebb merengésből tér magához, és álságos módon körülnéztem. Né, né, vitorlás! kiáltottam föl, mintha az előbb nem láttam volna. ki lehet? Csönd. Hoppa, a lemerüléseival volt elfoglalva, az atya a halaival, a kicsi a pelusaival, a nagynak meg olyan merebb volt a tarkója, mintha görcsát volna bele. Fölteszem a szemüvegem, közöltem, holott már rajtam volt. Á, hiszen ez Paolo, kiáltottam föl. Róna, te jobban látsz, nem Paolo az? Végül is csak föl kellett emelni a fejét, szemmel láthatóan nagy erőfeszítésébe került. Természetesen áttetsző, térékeny üveghangon mondta. Paolo? M Milyen Paolo? Mintha a valsoldai életében tucatnyi Paolo lenne. Ilyet futó pillantást vetett a vitorlás felé. Á, igen, bocsogta, mintha Paolo Vivaldi lenne. Ezzel megint a festménye felé hajolt, mintha bele akarna bújni. Paolo, merengett a kicsi hangocskája. Mi rémel az aulóra? Fagolyó, válaszolta Pop öblös hangon a búvármaszk alól. De nem tisztalim, így is jó? Nanna! – így a kicsi. Rémek, fagolyók és paolók, mintha arra ítéltettek volna, hogy eltűnjenek a semmiben, mert a hételen feltámadt széltől, gondolom, szent mametek keze lehetett a dologban, fenkült hajósának szándéka és akarat ellenére dagadozni kezdett a vitorla, és a csónak nekilódult. – Paoló! – szaladt ki a sikoly a nagy száján. – Úramisten, ez hót szerelmes, gondoltam egy pillanat műve volt, a vitorlás minden navigációs szabálynak ellentmondva egyetlen fordulatot tett, és orrával már is neki csapódott a stégünknek. A Pauló nevű ifjonc két kézzel kapaszkodott bele, hogy álva maradhasson. Jó estét, vagyis jó napot kívánok, asszonyom, mondta nekem. Jó napot kívánok, doktor úr, ez Gambarinnek szólt. Ődv, ez meg Popnak és a kicsinek. Szia, szólt végül a nagynak, tartózkodva mintha kis hián nem zúzta volna össze a hogy a nagy közelébe jusson. – Szia! – felelte a nagy. Aprólékos munkával kezdte elrakosgatni a holmiát, festőállványt, palettát, ecseteket. Mintha nem is kiáltotta volna az előbb olyan hével, hogy Paolo. A fiú igyekezett úgy ránézni, hogy ne nézzen rá. Nyurga volt, vörös szeplős és csúpa világfájdalom. De fiatal! Elég nagy baj, gondoltam. Túl vagy már az érettségén, kérdeztem, hogy megtörjem a csöndet. Még nem, válaszolta, holnap kezdődik a szóbeli, vagy csak azért jöttem föl, hogy, euh, hogy kicsit kikapcsolódjak. Továbbra is úgy nézte, hogy nem nézett rá, és nem is hozzábeszélt. Ő meg folytatta a rakodást, amikor már semmi pakolni valója nem maradt, fölállt. Szia! mondta azon az üveghangon, s elvonult hosszú, vonakodó és büszke lábain. Bruna! kiáltotta az ifjont. Pontosan úgy, mint az előbb a nagy kiáltotta, hogy Paolo. Visszafordult. Édesem! mondta ragyogó kék szeme. Te vörös kalapekom! A hangja viszont. Igen? Az ifjont nyelt egyet. Édesem, könyörögtek a barna szemek. Csajókám, a hangja viszont. Én uh, nem akarsz vitorlázni? A szőke szempilla függönyt vont a szemek elé, kényes és sorsdöntő pillanat a válasz késett. Ó! Oh. Ne higgyék, hogy ékonyan nagy, mindig ilyen tértova és tartózkodó az ifjoncokkal. Kérdezzék csak meg az apját, aki állandóan megbotránkozik azon a fesztelenségen, lekezelő beszédmódon, mondhatni már már erőszakosságot, melyen a többi ifjoncot az ennél sokkal szexisebbet kezeli a lányunk. Ahogy bánik velük, ahogy elrendezi a találkákat, a csacsacsát, mintha állandóan próbára akarná tenni a hatalmát. De ez most már nem próba. Ez itt Paholó, és minden írtózatosan nehéz lett. Paolo megijedt a csöntől és sietve hozzátette. Azt akarom mondani, popis, is, Pop is jöhet vitorlázni. Búvár mögül Pop leírhatatlan pillantást övelt feléje. A csőből érthetetlen buborékok törtek elő. popis is, visszangozta szórakozottan a kicsi. Popis, is, Top is, kihazudik lop is. Én... – Ma nem, – mondta végül a nagy, szinte lihegve. – Nekem dolgom van. – Dolga, nézzenek oda! – lépett közbe az atya, oly tapintatlanul, akár egy elefánt a porcelánboltban. – Más se csinál, csak lopja a napot, és épp ma van dolga. Gamberinének hallavány fogalma sem volt, miféle szívügyről van szó, a Paolo nevű ifjancot viszont nagyon rokon szembesnek találta, s körbelül oly mint a folyóparti fiatal nyárfákat, melyeknek növekedését évről évre szemmel kísérte. Gyerekkori pajtás gondolta, semmi vész? Ezért lépett közbe az érdekében, nevethetnékem támat. A nagyot viszont, mintha a kimpadra feszítették volna, mikor az apja sürgette. Mi ez a cirkusz, mi dolgod van, halljuk? Este nem kell, mondta a nagy elgyötörten. Pestenie, ha hotázott az atya. Lovakat gondolom, ez a mániája. Néhány ló még hagyjan, de hogy valaki minden áldott nap, melyet csak Szent Mamete teremtett, reggeltől estig lovakat fessen, az már beteges dolog. Paolo viszont csak ma van itt, úgyhogy tedd meg nekem azt a szívességet, hogy félreteszed a festésre, és... Papa! sikoltotta a nagy haja a tövéig elvörösödött, a szeme úgy fény lett, mintha a sírás környékezné. Óriási erőfeszítéssel tartotta vissza a könnyeit, nagy nehezen nyelt egyet, és azt mondta: A szobámat is rendbe kell tennem. Nézzenek oda, épp ő fogja délutánt rendrakással tölteni. Az atya kérdőn rám nézett. Mi folyik itt? Te érted? Igen, valamit kapizsgáltam még nem készült fel rá, tűnődtem. Gondolkodnia kell még, le kell feküdnie a szobájában, a sötétben, melyet csak a zsalúfénycsikjai barázdálnak, erkölcsileg és fizikailag is föl kell készülnie a találkozásra, hozzá kell édesednie, cseppenként kell megézzelnie, elképzelnie és nélkülünk, hogy ne nézzünk, ne zsibogjunk, különösen te ne körülötte. De ezt hogy mondjam meg az apjának? Igaz, hogy rendet kell csinálnia, segítettem személymetlenül, de estére talán végez, nem? Ne, a, azt hiszem, suttogta. Hirtelen elmosolyodott. Ettől szédületesen megszaporodtak a szeplők pauló arcán, majd eltűnt a kikötő irányában, csak egy majdnem harsogó osziát hagyott maga után. Amikor elhagyta a harcmezőt, rögvesd megjött a hangja. A lányodnak nincs ki minden kereke mondta az atya undorodva. Az én lányom, jelentettem kivédelmezően. Paolo azt hiszem nem is hallott, amit beszélünk. Csak állt, és a kikötő kapuját nézte, mert elnyelte Brunát, és semmit se hallott. Hé, te! szólt Rágan Beréni összereszent. Igen, doktor úr, kivel jöttél? Csak úgy, egyedül, csak így, mert hát robogón. És hogy mész vissza? Robogón? A mamám nem szereti, ha a robogóval megyek, közölte az ifjönc. Mentem meg is ijedni gyerekes vallomásától. Itt hagyom a robogót, és a hatórás vonattal megyek haza Luganóból. De hát velem jöhetsz, jelentette ki nyomban Gamberini, aki csak ezt akarta hallani. Állandóan utitásakra vadászik. Ó, nem akarom zavarni, szabadkozott Paolo. Hogyan már? Hogy zavarná? Legalább lesz társaságom. Az ifjön szeplői ilyet tökben reszketni kezdtek. Még hogy Bruna apjának kell társaságot szolgáltatniuk? De Gamberini tovább erősködött. Sőt, gyere ide vacsorára is. Néhány órát a gyerekekkel szóval aztán elindulunk. Vágyakozás és rémület közt hánykolódtak Pauló szeplői. A vágyakozás győzött, nem a vacsora vonzotta, hanem az a néhány óra a gyerekekkel, ami kék szemek, hosszú lábak, holdfény, meg egy emésztő látomását támasztotta benne, és talán, talán... Jó, mondta, mint aki fejest ugrik a tengerbe, holott egyáltalán nem bizonyos benne, hogy tud úszni, de a tenger olyan kék. Köszönöm, doktor úr, és a következő pillanatban már messze járt. Ez is kótyagosnak látszik egy kicsit, jegyezte meg Gamberini. Pedig nem is író az anyja. Ez valami nemzetéki sajátosság lehet, de nem csak kótyagos, mintha kisé éretlen is lenne. Hót szerelem kérdése, vágtam vissza, de csak magamban. Hangosan egy szót se szóltam. Ilyesmiről az ember ráér később szólni az atyáknak. Délután a nagy nem tisztelt meg bennünket a jelenlétével. Felszívódott. Elképzeltem, amint a napbarásztás félhomályban vekszik az ágyán, és hallgatja, hogy a tó ismerősen meg megcsobban a padló és az álmai alatt. Milyen közeliek is most ezek az álmok. Paolo a vitorlással megjelent a kert szélénél, és elképzeltem, amint a nagy a zsalúrésein átnézi, de csak elképzelni tudtam, mert mutatkozni nem mutatkozott. Még nem készült fel. Mit csinál ez a lökött talak, kérdezte Pop, és kritikus szemmel figyelte az ifjonc szédületes manővereit. Úgy köt ki, mint egy őrült. Hé, Pop! kiáltotta az ifjonc, mikor a közelébe ért. A hang és a sportos manőverezés ellenére kimerültnek látszott. Akarsz jönni? Jó szél van! Pop az ifjonc lábát nézte, mely vízben úszott. Mi az ülőfürdőt veszel? kajánkodott. Hát, ha annyira akarod, de én kezelem a vitorlát. A Paolo nevű ifjunc egy pillanatig habozott. Ha valamelyik öccséről van szó, három van neki, fejebe vágja a vitorlával, de Bruna öccse volt. Jó, egyezett bele. Te lehetsz az orvitorlánál, engedélyezte Pop nagylelkűen. Orvitor, laboltiból, ha a csoki torta, a kicsi. A kormányt meg ő tartja, rendelkezett Pop, és fontoskodva húgára mutatott. Csak azt tudhatta, aki jól ismeri, milyen gonosz módon szórakozik Paolo háta mögött az ifjonc számára nevetséges érzelmein. Az én bátyáim is így viselkedtek. Pokorlá szegény udarrói méletét. Az ifjonc nagyot nyelt. Jó, mondta aztán ismét. Megyek, jelentette ki egyesen a kicsi. De viszem Baót, Pablo szemében furcsa kifejezés jelent meg, amikor ránézett, de hát Bruna húga nem folythatja meg. Rendben, mondta, mit meg nem tesz az ember szerelemből? Hozd baót is. Úszva tértek vissza a partra, felborult vitorlást maguk után húzták. A kicsi és pop fölötté vidámak voltak, baó kevésbé, nem igen kedveli a vízisportokat, de még mindig jobb úszni, mint azon a rettenetes, himbálózó faalkotmányon utazni. A legkevésbé vidámon a Paolo nevű ifjanc festett részben, mert ruhában volt, részben, mert neki kellett vonszolnia a vitorlást. Segítsetek neki, ütődöttek, kiabálta a partról Gamberini szánakozva. Ővé vitorlás, közölte Pops, ebben igaza volt. Nekünk különben is baon kellett segítenünk. Baon segíteni az annyit jelent, hogy belekapaszkodtak a farkába, és húzatták magukat. Hogy borultatok föl? tudakoltam, mikor mindannyian partra keveredtek. Paolo úgy kifulladt, hogy nem tudott válaszolni. A fűszénén ült és léhegett, többre nem volt képes, pop felelt. Baó remekül kormányozott a farkával, de ő... Az ifjonc, Isten tudja miért, le akarta fogni, ezért Baó dühös lett, randalírozni kezdett, és egyszer csak mindannyian a vízben találtuk magunkat. Víz, tiszta víz, ha nem tiszta, vidd vissza, a kis cica megissza, így a kicsi. Az ifjonc csak nézte őket, csuromvizes vörös haja mögül, értelen reszkedni kezdtek a szeplői, és egy pillanat múlva hasra vágódott a füvön, s poppal meg a kicsivel együtt csak újraázta a nevetés. Bao is csatlakozott hozzájuk, barátsága jeléül, belekapott az ifjönc fenekébe, a macskák meg tüzetesebb vizsgálódás céljából felmásztak a lábára. Kiállta a próbát. remélem, a nagy ott áll az ablakban, és a át átnézi. <laughs> Megérdemelt, szegény ifjönc. Amúgy a próbatételek vártak rám. Amikor nem sokkal vacsor előtt ugyanabban a trikóban és nadrágban, Nyilván maga vasalta ki őket, meg is látszott. Egy doboz csokoládéval a kezében, s szemében, nyugtalan tekintettel megjelent a kertben, összeszorult a szívem. Úgy a csokoládét, mint aki a fejét nyújtja a hóhérnak. Cserébe a kezébe nyomtam egy pohár bittert, hogy megkönnyítsem az életét, de csak megnehezítettem. Ettől kezdve üres arccal kábán bámult maga elé. Szép kis utitársat választottam, Dörmögte a fog a hülye. Csak félénk, mondtam, és szerelmes, gondoltam. Nem fogod elhinni, de te is legalább ilyen bávatag voltál. Amikor először látott a nagyanyám, megkérdezte, nem vagy a süker néma? Ne jobbnak láttam, ha nem emlékeztetem rá. A nagy ebben a pillanatban jött le a repkénnyel befuttatott lépcsőn. Egy semmilyen kis trikó és egy semmilyen nadrág volt rajta, és mégsem akármilyen. Tudtam, milyen hosszas tűnődés, habozás, próba és meggondolás után választotta ki, és vajon mennyi időbe került a tükör előtt ez a hanyagul arcába fésült haj, és a szája, meg az a nem törődöm járás, az a kedves közömbös ábrázat, mind óriási gondosságot és egy csomó kérdőjelet takart. Szia, mondta, de alig nézett a Pauló nevű ifjöncra. Szia, mondta az ifjönc. Azon tűnődtem vajon Gamberini, aki szintén őket nézte, miért nem látja, hogy a szemük vadörömmel hívja egymást, miközben szenvedve menekül a találkozás elől. <laughs> Milyen vakuk az atyák! Egy ideig egyre rosszabbul mentek a dolgok. Gamberini zordan dörmögött. Pop és a kicsi békésen el volt a maga foglalatosságával. Én meg azon ravaszkodtam, hogy ne értsem, amit értettem, s köztünk az évjonc eljel nyomottabb és kábáb lett a nagy pedig egyre mesterkéltebb és fagyosabb. Már nem is tudtam, mihez kezdjek. A konyhából érkező nyugtalanító szagok azt sejtették, hogy Rózának sürgős szüksége van rám. Ne hogyan hagyjam itt őket, mikor ilyen rosszul mennek a dolgok? Micsoda élhetetlen alakok, gondoltam. Képtelenek rá, hogy valami ürügyjel tíz perce kimenjenek és kimagyarázkodjanak? Szép kis megperzselt nemzedék! Ezek azok a vagány fiúk, ezek a belevaló lányok. Nézzék csak a vagányt, meg a belevalót, tűnjetek már el! Még egy utolsó kísérletet tettem. Láttad már a hattyúkat? kérdeztem az ifjoncot. A kikötők beraktak fészket. Az ifjonc hirtelen visszanyerte beszélő és értelmi képességét. A mi hattyúink, ragyogott föl, igazán, de mikor? Már nem volt egy rakás szerencsétlenség, olyan lett, mint a mi gyerekeink. Még látszott rajta a sok valsoldai nyaralás, a friss készség, hogy minden apróságon meghatódjon. És a fészekben tojások vannak? kérdezte izgatottan. Megnézhetem? Persze, négy van, felelte a nagy, mintha az ő érdeme lenne. És most biztonságban vannak, mert a fészket épp a domonkos mögé rakták, és... Lelkes beszélgetés közben indultak el, hattyúkról, fészkekről, tojásokról, meg ornitológusokról volt a szó, ahogy gyerekkori bajtásokhoz illik. Csak a kikötő sötét, hűvös kiállatánál fordult hátra a nagy, s kiáltott vissza a tágra nyílt szemmel. – Pop, tatti! – kiabálta vagy Gyertek ti is! – Csak ugyan véha a gyerekkornak! Bob és Tatti fülükbottyát sem mozdították, így aztán sosem fogjuk megtudni, mi történt a következő öt percben a hűvösen csobogó kikötőben, a hattyúfészek mellett. De arcokból, meg abból az elragadtatott és titkolt vidámságból, mely egész vacsor alatt fűtötte őket, nagyjából el tudom képzelni. Egyiknek se volt étvágya, igaz? Sokat nem vesztettek a konyhából áradó furcsa szagok és hangok vacsoránál, még furcsább ízekben tetőztek. Ám kedves férjem fittyet hányva minden hagyománynak nem háborgott. Elgondolkodónak látszott. Később a holdfényes kis teraszon már elvállásaink sajátos levegőjében váratlanul így szólt. Nem is olyan hülye ez a Paolo fiú, csak egy kicsit lökött, mint a mieink. Gyerek még, mondtam. Túlságosan is gondoltam, mind a ketten gyerekek. Vagy kegyetlen csalódások várnak rájuk, vagy kérlelhetetlenül sínen vannak, pedig de dekorai még. A vérséges vén eget néztem, gyerekkorom tanulját, és a magyaró bokrök közül felcsapó hangokat figyeltem. Popöblös hangját, a kicsi kántálását, a másik kettő nem hallatott magáról, Mégis, mint látnám őket, az illatos árnyékban állnak, az ágak közt a hold lakzatot rajzol arcukra és álmaikra. Rettenetesen sajnáltam őket. Csupa csont, szólalt meg halkan a férjem. Igen? Mit gondolsz? Úgy végzik, mint mi? Hát, mégse olyan bak. Nem tudom, feleltem. Ostobára megett a hangom, de most nem kiabált rám. Ő engem is magával húzott. Nem is végeztük olyan rosszul, mondta. Hosaigocs azzal a nyers, kurta mozdulattal simított végig arcomon, melyel a legmélyebb kétségbeesésből is ki tud menteni. Rosszabbul is végződhetett volna, tette hosszá. Nem? De igen, mondtam. Néhány perc múlva a bestia kipöfögött a kapun, s neki az emelkedőnek. Fényszórói egy pillanatra megvilágították a falakat, a leveleket, a korlátot, aztán elindult a lejtőn, és akkor megint belehasított valami a szívembe, mint húsz éve mindig valahányszor elmegy. Aztán visszafordultam, s megpillantottam magam mellett a nagyot. Olyan védtelen volt az arca. Kék szeme találkozott az enyémmel, és most nem akarta elrejteni átszellemült csillogását. Mama, boldog vagyok! Mama, el vagyok keseredve, mama, szerelmes vagyok! Aztán kisé elfordult, boldogan és szemérmesen, s akkor már nem láttam az arcát. El nem tudom képzelni, miről fognak beszélgetni két órán át, mondtam. Elképzeltem, amint óvatosan kerülgetik az egyetlen témát, amely mindkettőjüket foglalkoztatja. Hogy kínlódnak? Hát, mondtam, végső esetben társaloghatnak a hatjukról. Elnevette magát, s futásnak elett a testvéreivel, a kutyákkal, a macskákkal. Könnyedén pördült fordult a holt sütötte füven. Aztán visszajött, talpa alól csak úgy röpködtek a kavicsok, ahogy hirtelen megállt mellettem. Mama! Arcát az enyémhez dörgölte. Szia, mama! Nedves volt az arca.